A madarak kedvelt elességét a napraforgót rakja bele a pohárba ez a nagycsoportos óvodás kisgyerek a szekszedi Kadarka utcai óvodában. Rendszeresen táplálják így a madarakat, mert pontosan tudják, hogy egyébként nem tudnának mit enni az állatok. Mert nem találnak enni, és ezért kell nekik segíteni. Miért nem találnak ennivalót? Azért, mert a hó betemeti. A Madárbarát intézmény címet nem véletlenül nyert el az óvoda. Rendszeresen etetik közösen a madarakat, és különböző foglalkozásokon tanítják meg a gyerekeknek, miért fontos velük foglalkozni, különösen télen. Havi egy rendszerességgel, Tóth Sándorral, a madarakról, illetve a természetről szoktunk beszélgetni, vagy az óvodában, vagy pedig helyszíni foglalkozásokon megfigyeljük a természetet, megfigyeljük a madarakat. Szekszáron sok tengelicet, fekete rigót, pintyet lehet megfigyelni. Az óvoda előtti fákat és etetőket is előszeretettel látogatják ezek az állatok. Tóth Sándor, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszádi irodavezetője azt mondja, ha nem fordítunk elő figyelmet a madarak téli etetésére, itatására, drasztikusan csökkenhet a számuk. A sózott, nem pirított, magas olajtartalmú, fekete napraforgót kedvelik a legjobban a madarak, de egyéb ételt is adhatunk nekik. Madár, magkeverék, köles, ez elfogadható, bár nem minden madár fogadja el, és a főtt sárgarépa, krumpli, egy alma kettévágva, dió feltörve, mind nagyon jó táplálék, és az, hogy megfelelő energiát adjon, de ahol szalonna, akkor margarinos napraforgó keveréket szoktunk kiakasztani, mint madárkalácsot. Füstölt, fűszerezett ételt viszont nem szabad adni a madaraknak, és a kenyér sem javasolt. A legfontosabb, hogy az etetést folyamatosan egész télen végezzük.